Elkészült az Ybl Miklós utca egyik forgalmas járda szakaszának korszerűsítése. A felújítás közben a szakemberek úgy döntöttek, hogy Ybl Miklós mellszobrát is restaurálják azért, hogy méltóbb körülmények közé kerüljön. Mostantól egy térköves járda szakasz vezet be a szoborhoz, és körbe hortenziákat ültettek a város kertészei. Letisztították, tehát egy magas nyomású mosás kapott a szobor, és ott, amikor látták a szakemberek, hogy repedések vannak, letöredezések vannak, akkor restaurálták a szobrot, és az Ybli név is újra festésre került, hogy az utcáról is jól látható legyen, hogy Ybli Miklós a neves tervezőnk szobra állít a gyönyörű platánfa alatt. Kovács Zsoltné egy másik, a körzetben hamarosan induló fejlesztésről is beszámolt. Az Icsi-ligeti ügyvédsor teljes járdaszakasza megújul, amire már régóta nagy igény mutatkozik. Ez a hosszú járdarész térköves kialakításban lesz. A pincék előtt lesz egy aszfaltos sávunk, pont a pincék megvédése érdekében. Csapadékvíz elvezetést terveztek be, és hát nagyon fontos, hogy a fák védelmében a gyökerekre nagyon fognak figyelni. Ez egy tényleg egy hosszadalmas folyamat, ezért az lett a végleges döntés, hogy megvárjuk a királyi napokat, és utána fognak nekiállni a teljes járda felújításának. A járda felújítása várhatóan még ősszel elkészül. A beruházások a Sára Gyula program keretében valósulnak meg.